átkos rendező, ismételten. Közkívánatra újra eljöttem, és hát akkor folytatódjon az a bejárás, amire biztos, hogy a hátam közepének itt ennek itt hiányzik. De viszont dokumentálni kell, mert ide épül a Maxi Dubai, ha ide épül. És a múltkori film az egy kicsit olyan hirtelen jött ötletből, és kicsit kapkodva készült el, ráadásul a stabilizátor is rossz üzemmódban volt. Ti nem vettétek észre, én igen. És ezért most egy Rákos rendező 2 film. Itt állunk a Teleki Blanka utca és a Szegedi út kereszteződésénél, igen. És megpróbáljuk most elsőként azt a területet föltárni, amit talán a múltkor a legkevésbé mutattam meg. Na, azt érdemes, ott megy egy jó kis darús jármű, UDJ. Hát nem vannak szóhoz jutni itt a vasúti járművek, ez ilyen. Szóval, Teleki Blanka, Szegedi út, ez az új leaszfaltozott rész, mellettünk a híres vagy hírhet állomási büfé. És egyébként jön a kis is, tehát... De hát ha megvárjuk az összes vonatot, amit is életben nem mondom el, amit akartam, úgyhogy nem is mindegy is. Az a lényeg, hogy még egyszer mondom, azt a területet fogjuk most ott bejárni, ami a 70-es és a 2-es vonaltól nyugatra terül el, ahol régen tényleg az a rengeteg leselejtezett kocsi, személy és tehervagon állt, és amit múltkor nem annyira néztünk meg, hát most egy nagy erdő van ott a helyen, remélem, hogy megesznek a kutyák is, de hát ez egy ilyen bringa, azért mondtam, hogy a hátam közepének nem hiányzik. Mindenesetre kezdjük el, itt van mellettünk a 10 percen túl is zárva tartható szegedüti sorompó, az autók sok nagy szerelme, mert ezt a sorompót egyszer lecsukják, és akkor nyugodtan el lehet kezdeni, mit tudom én, megírni egy könyvet, vagy megnézni a Titanicot, mert előbb-utóbb majd felnyílik, de az inkább utóbb lesz. Jó? Úgyhogy arra elindulunk szépen, és akkor nézzük sorba, hogy mi az, ami látható még, vagy mi az, ami most még ez a pusztulat verzióban van. Hát az UDI az nem nagyon hagy minket élni, mert itt föl alá tilitolizik, de nem baj. Ettől érdekesebb lett egy kicsit. Van innen egy videó, amit a sorompónál várakozunk édesanyámmal 1993. júniusában. Akkor sem nyitották fel a sorompót, úgyhogy meguntuk és elmentünk inkább kerülő úton, de közben legalább felvettünk pár vonatot. Ez a sorompó nyugodtan mondhatjuk, hogy hírhet, ugyanis 10 percet túl is zárva tartható, és ténylegesen szükséges is a Váci és az esztergomi vonal sűrű forgalma miatt. Olyan szinten túl zárva tartható, hogy itt van, hogy tartható max 34 percig napi egyszer. Na most van ember, aki ezt egyébként ellenőrzi, hogy ténylegesen betartják? Hát nyilván nem. Szóval inkább úgy kell azt mondani, hogy aki nagyon ráér, az jöjjön erre felé, a minden egyéb esetben használja a tőlünk hát déli irányba lévő Róbert Károly körúti felüljárót, ami ott van valahol a távolban, most nem zoomolok oda, de mindenki képzelje el. És ez itt maga a Rákos rendezőnek az utasforgalmi része, tehát ezek a nem tudom, miért vannak itt ezek a lecsikozott oszlopok, biztos nagyon érdekes. Az a lényeg, hogy maga a Rákos rendező állomás, az épülete az valami fantasztikusan jól néz ki. Tehát nem tudom, hogy ez a beruházás majd érinti-e, de jelenleg igen gyalázatos. És ugye itt vannak az utasforgalmi peronok, ez a Váci vagy Veresegyházi iránynak a peronja, de úgy mondjuk, hogy Rákospalota irányú, akkor nem tévedünk nagyot. Balra tőlünk a Füsti bevezető vágány a bal szélen, mindjárt megnézzük közelebb. Itt a szobron jövő zónázó kis. Úgy is mondhatnánk, hogy a guruló panelház. De most nagyon-nagyon nem ő a lényeg, hanem hát nézzétek meg ezt a gyönyörű épületet. Igazi kis kincs, egy igazi csecse. Én szerintem ezt kurva gyorsan le kéne bontani, de minden esetre eltakarni valami ponyvával, mert valami borzalmas. A 93-as videót ide fogom belinkelni, hogy meg tudjátok nézni, hogy akkor sem nézett ki valami marha jól, de azért ennél lényegesen pofásabb volt tényleg. Meg akkor még nyitva volt a váróterem, volt itt pénztár, meg minden egyéb ilyen, ami az utasforgalom
szempontjából fontos. Hát ma már automata van. No, ezek itt a Füstibe menő vágányok, tehát a Vasút Történeti Parkba. Pontosabban igazából már csak a baloldali használható. Jobb oldalin van egy bazi nagy vörös tárcsa, illetve már inkább csak rózsaszín. Szerintem igen jó a kontraszt az emeletes, korszerű motorvonat és az emeletes, nem túl korszerű rákos rendező állomás épülete között a bedeszkázott ablakokkal, ami egyébként vagy a Mad Max-ben, vagy valami Urbex témában nyugodtan szerepelhetne. És akkor ott áll előtte ugye a Kiss. Egyébként ez sajnos hülyen tükrözi a mai budapesti vasúthálózatot, hogy a városon belül mennyire el van hanyagolva szerencsétlen. Rákos rendező ennek az iskola példája. És akkor ugorjunk kicsit vissza a múltba. A Rákos rendező 1993. 6. 17-én, mintegy laza 30 és fél évvel korábban. Vád szob felé még jó állapotú, szinte egész újnak mondható csatolt BDV szerelvények szaladgálnak. Még ott áll kiállítva a 424-005-ös bivaj, és nézzük meg az állomás épületet. Nem szép, de azért még nem ilyen urbex feeling. Hello, mom. A 101-es bobó szorgalmasan tolatott a hátsó vágányokon, és ugye az egész állomáson látható, hogy még lényegesen több része van használva, mint ma 2024-ben. No, de ugorjunk vissza a jelenbe. No, tehát ez a jobboldali vágány, ami még üzembe van, és a Magyar Vasúttörténeti Parkot köti össze a vasúthálózattal. Hát ez a KM jelű jelző, ez úgy kicsit sötét már. Ez nem nagyon működik. Ezen nincs fény. Nem látszik a fény a jelző végén. Így járt. Szóval, valahol ez a vágány is arra felé ment, de aztán úgy látszik szükségtelenné vált, mint itt rengeteg másik vágány is, és bár a Füsti felé menő vágány villamosítva van, és valószínűleg villamos üzemben is lehet mostanában használni még, a másik vágány felett itt ér véget a drót, nagyjából ott, ugye mutatom, és el van kötve oda oldalra, arra az oszlopra, onnantól tovább nincsen. És onnantól tovább tulajdonképpen a vágány is járhatatlan, mert hát öles fák. Most egy kicsit letakarították, pucolták, de a külsőbb szakasz is nagyon necces. Miközben a vasúttársaság ugye kirakott motorvonatai a budapesti legforgalmasabb elővárosi vonalon ingáznak föl és le. Azaz napi több tízezer utas nézi meg kétszer ezt a pusztulatot, ami szerintem nagyon felemelő érzés lehet. De hát majd lesz itt nekünk Maxi Dubaj, és akkor majd leszállhatnak pénzt költeni. Pénzt, értitek? Az elővárosi ingázók, akik vonattal mennek. Na jó, ne is menjünk többbe bele jobban. A vasúttörténeti park felé vezető vágányok, és itt az utolsó oszlop, aminre ki van húzva a felső vezeték, onnantól ez a jobboldali fölött már nincsen, és nem tudom nektek itt rendesen érzékeltetni szerintem a kamerán, hogy milyen iszonyatosan gírbe-gúrba ez a vágány. Jobbra-balra és függőleges és vízszintes irányban is borzasztóan hullámzik. Valószínűleg itt nem nagy sebességgel száguldoznak ki a vonatok, mert hát elég necces. No hát ez még mindig a Füsti Magyar Vasúttörténeti Park felől vagy felé menő vágány, és itt a gazba azért van mellettünk másik is. Ez sem most volt használva, egy vágányzáró sorompónak a romja. És maga a vágány egyébként egészen a váltóig ott megvan előre. De ahogy nézem, az elmúlt 20 évben nem volt rajta vasúti jármű. Egyébként ez a sok vágány is csak azt mutatja, hogy Rákos rendező milyen hatalmas kiterjedésű és mennyire nincsen már használva, ugyanis itt van a vágány, és hogyha odébb megyünk, akkor egyébként több vágány van a földben, mint egy bombát fognak találni, mert itt is van egy vágány.
itni. Tehát ameddig a szemen lát, itt sineket lehet találni. Egy biztos, hogy ebbe az irányba van a vasúttörténeti park, és itt van az iménti vágányoknak a becsatlakozása. Egy kicsit már széjjel kapott váltóval, és egy kiforgatott biztonsági határjelző. És erre tőlünk jobbra a gazban is vágányok vannak mindenhol. Mindjárt be is megyünk és megnézzük, mert ez a terület Csalóka, az sem vasútmentes, csak ott nem használják már annyira sem. És emléket nem látszik, de amint az ember egy kicsit közelebb megy, és hát ezért vagyunk itt, rögtön itt az első vágány. Nem kellett messze jönni, ugye? Itt is sín van. No, hát ott a kis, ami éppen indul a nyugati felé, Vácról. Háttérben gyorsít ki egy flirt, S71 Vác felé, és itt pedig Rákos rendező állomás nyugati oldalán felhagyott vágánycsoport. Erről is van egyébként 95-ben videó, majd megpróbálom belinkelni, talán megvan valahol. Kódorogtunk itt egy rövid ideig, már akkor sem vonzott a környék, úgyhogy nem túl hosszan. És hát látható a sor minta, ott egy nem használt vágány, egy gyalogút, egy használt vágány, még egy nem használt vágány, egy használt vágány. Tehát gyakorlatilag Rákos rendező az ilyen. Kicsit hardcore. Efelőtt még felsővezeték is van, és ezt ténylegesen használják. Sőt, a felsővezetékben is van feszültség. Ez pedig itt egy kicsit elhagyatott. Ez meg az esztergomi vonalnak a vágánya. Itt jobb oldalt, bal oldalt, bocsánat, a másik jobb. Ez az utasforgalmi peron a nyugati pályaudvar irányába, vagy hát az esztergomi vonatoknak tulajdonképpen mindkét irányba. És nem mostanában volt hozzányúlva. Szóval, itt most a tervagonoktól nem annyira látjuk, arra van az a terület, amit majd visszafele fogunk megnézni, Rákos rendező vágányzatától ugye keletre, ahol az a rengeteg sok-sok vágány van, és tulajdonképpen az a fő csapás irányja ennek a Maxi Dubaj projektnek. Az első vágányon vonat halad át. A vágány mellett kérjük vigyázzon. Valószínűleg jön egy esztergomi Z72-es, és erre a másik irányba pedig vannak a Magyar Vasúttörténeti Parkba vezető vágányok, amiket megmutattam, illetőleg a fák alatt azért itt is vannak egy vágány, és itt volt az a terület, ahol álltak a személyvagonok, meg majd még hátrébb, még oda el is megyünk, ahol ténylegesen tárolták ezeket a leállított, leselejtezett, tárolt vagonokat. Nem tudom egyébként túl harsogni, meg folyamatosan mondani fogja, úgyhogy ezt most el is engedem. Szóval az, hogy melyik a második vágány, ezt a napi utasok és a vasutasok egyébként nyilván tudják. Az erre tévedő utas, ne tévedjen erre egyébként, az nem tudja, mert itt hát nem nagyon látok bármi vágányszámot kirakva az oszlopra, ahogy ugye a szokás a vasútállomásokon. Tehát az, hogy most ez az első, az a második, az a harmadik, vagy fordítva, nyilván én tudom, meg a vasutasok tudják, meg aki napi szinten erre utazik, az tudja, de egy ide tévedő kommerz utas Máté Szalkáról nem tudja. Írtatok erre ilyet is, olyat is, tehát én olvastam a legtöbb kommentet erről a Maxi Dubajról, most éppen Maxi Dubaj a neve, Mini Dubajnak indul, Maxi Dubaj neve. Én olvastam erről a kommenteteket, és egész érdekes viták alakultak ki, hogy ez most szükséges-e vagy nem. Gyerekek, mindenkit megértek, és mindenkinek egy kicsit igaza van, és mindenki egy kicsit túloz is. Én azt mondom, hogy ha bármi olyan történik, ami miatt ez a terület most itt, ezt a mostani pusztulati jellegét végre kicsit levedni, és össze tud forni a városszövet, Angyalföld, Zugló között, a 13-14. Kerület között, és nem egy ilyen hatalmas rozsdővezet lesz, ahova már nappal is necces bejönni, nemhogy éjszaka, akkor én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy azt minek nevezzük, az valamilyen szinten hasznos lesz. Hogy mi magyarok, mi budapestiek ezt a Maxi Dubajt pénztárcánkhoz mérten mennyire fogjuk használni, az egy végtelen történet, abban bele sem menjünk. Sokkal fontosabb az, hogy eltűnik innen a rozsdazóna. Én nem vagyok vasútellenes,
a vasút, amit használ, annyi vágány nyilván itt fenn fognak tartani remélhetőleg. Nagy Isten kiépül ide egy normális intermodális csomópont a föld alatti, valahogy tervezték. De az összes többit, ami tényleg csak a gaz van meg a fák nőnek rajta, és az egész terület egy szemétlerakó, azt nyugodtan csinálják meg házakkal, utcákkal, irodaházakkal, ami akarják, csak ne ez legyen. Mert ezt mondom, egy műholdképen is nézve gyalázatos. Ide jönni meg kifejezetten lehangoló. A múltkori film végére én határozottan depressziós lettem. Nem abban a klasszikus értelemben, de nem éreztem jól magam. Mivel ez egy hosszabb forgatás lesz, a többit találjátok ki. Tehát van egy ilyen magyar beidegződés, ezt már Moldova is leírta, akit a Mozdony füstje megcsapott című könyvében, 1975-ben, hogy a vasút az egy szemétlerakóhely, és ide kell hordani a szemetet. Ez nem változott semmit az elmúlt 50 évben, valóban a magyar emberek még most is azt gondolják, hogy a vasút terület az egy szemétlerakó, oda lehet hordani mindent. No. Amit nem mutattam még meg, hogy a fákon mindenhol ott van ez a UV-zöld jelölés, mint a mellényem, és ez nem mást jelent, itt közben megkérdeztem helyi itt lakókat, hogy úgy mondjam, hogy ezeket a fákat vágni fogják. Tehát minden, ami jelölve van sárgával, és ez nem kevés fa, itt első körben is több száz fáról beszélünk, talán tényleg ezres nagyságrendben is, ez vágva lesz. Én logikát nem találtam pillanatnyilag, hogy miért pont ezek, valószínűleg, hogy első körben ezek lesznek útban, de itt most talán még annyit nem is tudnék mutatni, de ameddig jöttünk, és majd mutatom tovább, iszonyat mennyiségű fa van kivágásra kijelölve, ami nyilván egy területrendezésnél egy teljesen magától értetődő dolog. Tehát most senki ne háborodjon föl, nem lehet úgy rendezni a területet, hogy itt hagyjuk ezeket a szabadon ide nőtt egyébként, nem, nyilván nem telepített, hanem az idők folyamán ide nőtt fákat, ezeket itt hagyjuk szabadon burjázani, a területrendezésnél ez benne van. Csak akkor is nagyon sok. Ezen is itt van a jelölés, és a fától kicsit arrébb a vágány, ami hát, igen, tehát körülbelül a megszüntetett vasútvonalainkon van ilyen állapot, csak hát ez egy állomási vágány, volt valamikor, amik használták. Egyébként annyira nem egy lekoszlott vágány, ez egy 48 kilós sín, és szerintem van 1000 mellékvonalunk, ahol ez még jó szolgálatot tehet, hogyha nem beolvasztani viszik, hanem esetleg újra hasznosítják. Nyilván nem az alatta lévő elkorhat fákra gondolok, de ez egy geós lekötési 48 kilós vágány. És szerintem ez még azért annyira nincs is rommá kopva. Egy jó 60-as, 80-as tempóra helyenként megfelelő betonaljakkal ez még tökéletes lehet. Ne! És itt jön tovább a fák alatt. Nem tudom, hogy bemerjek-e menni, mert ezek szúrnak. De itt a vágány. No, hát ez a torony, ez a térvilágítást tartalmazta még, amikor ténylegesen itt iszonyat élet folyt és szükség volt rá. Jelenleg a torony az a gaz közepén áll, és itt is vágányok voltak. Nem most, nem tegnap, de voltak. Ezek viszont már nincsenek itt. Csak az az egy vágány van még meglévő, amit már hosszasan követünk tulajdonképpen a sorompó óta. Nem hát onnan a füsti vágányai, de ez minden esetre itt van a sorompó óta majdnem. Ez az egy. A többi az már nem létezik. A több vágányt felszedtek már jóval korábban. És a itt tárolt személy és tehervagonoknak a helyét így egészen pontosan már nem tudom nektek megmutatni. De az biztos, hogy ezen a tájékon igenis voltak. Nini, Rákos rendezőn ott van egy új oszlop. Kicsit furcsán is hat itt a többi rozsdás társa között. A frissen zöldre mázolt oszlop. És használt vágány, nem használt vágány. Még egy nem használt vágány. És egy használt vágány. És ez így megy,
hosszú-hosszú kilométereken át itt rendezőn. Gyerekek, ha valaki azt hinné, hogy esetleg túloztam az imént a szemétlerakással, akkor ajánlom ezeket a snitteket figyelmetekbe. Ez is Rákos rendező állomás és mint olyan vasúti terület. Hát nem gondolnám, hogy ezt kommentált kéne fűznöm. Csak hogy jobban értsétek, itt vagyunk. Ha esetleg eddig egy pici kételjem is volt arról kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy itt vágány volt ezen a helyen is, tehát nem csak az, ami eddig folyamatosan mellettünk megvolt, akkor itt látható a kiágazó váltója, és innentől kezdve nincs több kérdés kategória, mert a vágány itt még meg is van, itt a vége. És ugye itt van maga a kiágazásra jelenleg használható vágányból, és mögötte lesz mindjárt még egy. Na hát ott a kiágazás a gaz felé, tehát hogy az erdőbe vezető vágány, és az erdő, meg a másik erdőbe vezető vágány, ez meg itt van. Tehát amikor azt mondtam, hogy itt tényleg végig vágányok voltak még a 90-es években is, és itt álltak a tehervagonok, annak ékes bizonyítéka az a rengeteg kitérő, ami tulajdonképpen az erdőbe vezet. Mert elmondhatjuk, hogy ezeknek a vágányoknak a helyén ma már erdő van. Ettől még persze ez vasúti terület maradt, és ettől még ezzel kell, kezdeni kell valamit, hogy ilyen szépen bezöldül nyaranta. De igen, azért ahol nyilván nincs használva, és már vagonok sem állják az útját, mert ugye azokat már elvitték, hála jó Istennek, ne sajnáljátok, borzalmasak voltak már. Ott ugye a természet visszahódítja, és ahogy múltkor mondtam, ezek az invazív fajok, akác, ecetfa és társai pillanatok alatt képesek hatalmasra nőni, és itt nagyon elburjázani. Hát azért van az, hogy itt a vágányok helyén egy erdőt látunk tulajdonképpen. Ott arra mind-mind sín volt befelé. Rákos rendező. Németh István. Ugorjunk kicsit ismét vissza a múltba. Most csak olyan 29 évvel korábbra. Ez az a terület, amit mutattam a fák között. Fák még nem voltak, viszont itt volt a rengeteg tehervagon, és még ez a 424-053-as gőzös is. Voltak személyvagonok is, de sajnos azokat akkor már ott nem vettem fel. Viszont látható, hogy hatalmas területen állnak ezek a leselejtezett tehervagonok, és iszonyat mennyiségű vágány van, amit ma már nem láthatunk, mert vagy felszedték, vagy csak egyszerűen megtalálhatatlan, mert benőtte az erdő. Talán a térvilágítás toronyoszlopairól lehet egész jól beazonosítani, hogy merre járunk mostanában, hiszen azok még ma is állnak. Igaz, világítás már nincs rajtuk. Ilyen? Igen. Megy. Aha. Na szóval, merre van az a dög, amiről beszéltél? Mert vannak mindenféle ilyen szétrohadt csontok, de sajnos dögöt még nem láttam. Egyetlen egy 424-es van, eddig egyetlen egy, meg ami kívül. És akkor térjünk vissza ismét a jelenbe. No, a Rákospatak utcát és a Tahi utcát összekötő gyalogos felüljáró, a múltkor már ugye innen készült a videó, és ott még egy újabb vágány bújik elő, tehát ezt esküszöm a fentről.hu-ról kell megnézni, hogy itt pontosan hány vágány is volt, de iszonyat sok. A következő gazba vezető vágány, és egyébként itt is vágány volt, itt vannak a betonaljak, és egy kicsit odébb pedig ott a sínszál megvan, tehát itt a kerítés mellett közvetlenül is vágány haladt. Tehát gyakorlatilag nem tudok Rákos rendező olyan területet mutatni, ahol nem voltak sinek. Max a sineket nem találjuk már meg, mert vagy ellopták, vagy egyszerűen megtalálhatatlan a dzsúva alatt, de tulajdonképpen minden négyzetméteren sineket látunk, vagy sinek maradványait látjuk. Zuzott köveket, betonaljakat. Ez ugye már az angyalföldi oldal, a Tahi utca, vagy Tahi út, és ez itt, ez az egyén Rozoga híd, ez a Magyar Vasúttörténeti Park felé
haladó vágányoknak a hídja a Tahi út fölött, és itt is látszik, hogy olyan barbár módon van leszaggatva a nem használt vágányról a felső vezeték, hogy az valami elképzelhetetlen. Megpróbálom megmutatni, bár ellenfényes, hogy így le van szaggatva konkrétan. Tehát, mintha valaki megfogta volna, és így cibálta volna. Még a karok is utána fordultak. Én egyszerűen nem tudom, hogy itt mi történt, ezt hogy szedték le, de hogy nem szakszerűen és nem a MÁV emberei, az hold biztos. Hát ez az a bizonyos hída, ami jobbra tőlünk a vasúttörténeti park, balra pedig Rákos rendező. Hát az ott a távolban már a Magyar Vasúttörténeti Park kerítése, és bent a 246-os szili, ha jól látom. Remélem, jól mondom, igen. Meg mögött a MÁV nosztalgia, vagy ahogy most mondják, Réltósznak a kocsiai. És itt is látszik, hogy ez a vágány, ez végig itt volt Rákos rendező óta, mint egy második vágány a Füstibe. De hát, igen. Szóval hagyjuk, inkább ez ilyen állapotban leszaggatott felső vezetékkel. Ez is Rákos rendező része sajnos. És az imént látott híd mellett egy ősrégi jelző. Hát én először azt gondoltam, tolatási jelző, de nem az, mert nem csúcsos a jelzőlap. Úgyhogy ez valami főjelző lehetett. De olyan régi, hogy komolyan mondom, ki kéne állítani valami múzeumba, helyrehozni és kiállítani, mert fú. És itt látható a vágány a másik irányba. Egészen pontosan a Rákos rendező irányban. És ez az a bizonyos híd a Tahi utca fölött, amit az előbb alulról néztünk. És itt is jól látható, hogy hát mondjuk a hídon nyilván nem nő semmi, de a jobb oldali vágány, nekünk most jobbra lévő vágányt azt ugye használják napi szinten, ugye csillog is a sínkorona. Itt van felülről a Tahi utca. És a tőlünk balra lévő vágányt pedig hát szerintem vagy 20 éve nem használják. De lehet, hogy csak 15, úgyhogy majd ha valaki tudja, pontosabban nyugodtan írja meg. A híd korlát is borzasztóan avétos. És hát megpróbálok rámenni, lehet, hogy ez az utolsó felvétel. De hát valamikor abba kell hagyni így 32 év után, úgyhogy hát hol pusztul a jó vasút videós, vagy a közlekedés videós, hát egy rozsdás vasúti hídon ugye természetesen. No, itt van az imént alulról filmezett Tahi út és a Rákos patakot jobbra. És a ma emlegetett nagy feszültségű vezeték, ami ugye a Rákospatak utca vonalában halad. Szerintem felemelő ez a környezet, tényleg. Most megyek és felvágom az ereimet. Itt a felüljáró az előző videóból, ezt most már csak így érintőlegesen megmutatom, ezt ugye akkor egész részletesen bemutattam, csak hogy ugye Tahi út és a Rákospatak utca közötti gyalogos felüljáró. És az Angyalföldi oldalt jelenleg így kell elképzelni. Ez itten a gyalogos híd. És most álljunk meg, és nézzünk le ugyanarról a hídról, ugyanarra 29 évvel korábban. 1995. május 21-e van. Az a vágány, aminek a nyomát ma már csak a töltés jelzi, és a Tahi út fölötti hídja is hiányzik. Itt még tel is tele van roncsjárművekkel, és természetesen még a híd is ott van. Itt megy a Z72-es esztergomi vonat a 81-es Flirttel, vagy a kötözködők kedvére a 81-es Flirttel, nekem aztán édes mindegy, csak hogy mindenki nyugodtan aludjon. Ott a torony előtt ágazik majd el balra, Angyalföld, egy ritka dolog. Jön egy Z70-es csók, kisz. Na jó, nézzünk vissza megint inkább 1995-be. Ugyanaz a hely, ugyanaz az irány, csak egy picit más a vonat.
letettük az újabb kitérőnket a Tahi utca fele, a vasútöltési park vágányai felé. Előtte ezt a részt jártuk be, tehát itt vannak az erdőbe vezető kitérők, meg a vágány ott. Azon a részen jöttünk ott végig, és ott próbáltam a fák között is, amit lehet filmezni, meg a szeméttelepet, meg mindent. Most viszont azon a részen fogunk visszamenni a másik oldalon, és egy kicsit most részletesebben megpróbálom megnézni, hogy arra mi van. Ott a távolban a Városliget hőlégballonja, csak hogy betájoljuk, hogy hol is vagyunk. Hát, hogy ne legyen benne túl sok ismétlés, most egy kicsit már eljöttünk a gyalogos hídtól. Az ott van elől. Ott látszik. És egy kicsit jobban szemügyre akartam venni ezeket a fűbe lévő vágányokat, amik itt még ténylegesen megvannak, és ide nem nőtt erdő. Legalábbis még, és talán most már nem is fog. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát nem is látjátok a fű miatt, de a felső vezeték tartó oszlopok romjai, azok nagyon-nagyon jól megmutatják, hogy meddig terjednek a vágányok, és gyorsan tegyük hozzá, hogy azok csak a bevillamosított vágányok voltak. Azért itt voltak oldalt olyan vágányok is, amik felett nem feszült drót. Tehát ameddig az oszlopokat ott látjátok a szélen, itt a következő vágány. Próbálok úgy sasszézni a kamerával, hogy közben ne egy hatalmas elnyalásba végződjön ez a jelenet. De itt is itt a vágány, csak itt már annyira benőtt, hogy csak a dudorból látszik rendesen. De higgyétek el, hogy ott van bizony. Én azt gondolom, hogy itt ez a terület szinte végig emlékeim szerint vágány volt, ameddig itt a szem ellát. Csak ahogy egyre kevesebbet használtak, ugye egyre inkább hódította vissza a természet. A villamosított vágányoknak itt ez a szélső határa, ez jól látható, és erre tovább arra van ugye a Rákos rendező állomás épület, felvételi épület, és itt is vágányon állok. Ez pedig már a régen villamosított vágányokon kívül lévő további vágányok. Éppen egy kitérő benőve teljes mértékben. Ez aztán gyerekek abszolút urbexes, tehát a fától nem látszik már a vágány. Csak itt bizonyos helyeken lehet ezt látni, és arra tovább folytatódnak. A sinek lent vannak, ezt fontos megjegyezni. Ezek a vágányok itt még nem lettek felszedve. Egy valaha szebb időket látott mézgarádi oszlop. Innen lehetett kommunikálni. Ugye mobiltelefonok még tervben sem voltak, mikor ezek a vasútnál üzemeltek. És látható a felső vezeték oszlop erdő. Karok már nincsenek rajtuk, legalábbis a legtöbben nincsenek, de az oszlopok azok még dacolnak az idővel. Hát ezek majd most lesznek innen eltüntetve, ha ténylegesen beindul a projekt. És a felső vezetékes, ex-felső vezetékes vágányoktól keletre itt húzódik az a vágány, ami valamiért használva volt, vagy talán még használva is van. Ki van gazolva, és ugye borzasztóan kiri itt a gazrengetekből. Jobbra-balra is elgazdasodott vágányok, ez pedig itt így valamilyen szinten használatban. Ugye ott is látszik egy vágány, balra tőle, meg hát több is. Bocsánat, jobbra. Meg hát balra is, csak az nem látszik, mert nem. Hát itt most vágányok nincsenek ezen a szakaszon. Voltak, most nincsenek. Rengeteg felbontott betonaj és útátjáró betonelem van ide felstócolva. Nyilván ezekkel sem terveznek már. Sőt, úgy látom, hogy SK55-ös peronszegélyek, szóval van itt minden, mi szemszájnak ingere. Ez is egy ilyen lerakat. Ha minden igaz, ezt itt pár év múlva egészen máshogy fogjuk látni. Persze
azért nagy tétekbe erre sem fogadok. Ez nem egy lombkorona sétány, de mondjuk, hogy hasonló, csak ez nem került milliárdokba. Szóval ez egy ilyen felstócott földkupac, arra van észak. Itt az imént bemutatott anyaglerakat, ott vannak zuglóházai, Ungvár utca, Rákospatak utca. Tovább fordulva ott a leszálló lepülő Ferihegyre, igen, az nagyon jó. És ez mind Rákos rendező állomás területe volt. Talán a legjobban itt látszik, mert itt anyagokat depózhattak a volt vágányok helyén, hogy micsoda területről van szó. Tehát, hogy micsoda hatalmas vasúti terület az, ami most elválasztja még Zuglót Angyalföldtől. És egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, ha már itt tartunk, hogy attól még nyilván meg kell, hogy maradjanak a vágányok. Az Esztergominak is kettő, és a Váci Veresegyházinak is kettő illene. Meg nyilván maradnak itt egyéb vágányok is talán. Hogy ettől még nem fog összeforni a két kerület, ha csak nem csinálnak itt olyan felüljárós, aluljárós, egyéb beruházásokat, ami miatt a vasút ennek nem lesz gátja. Mert attól, hogy ez a terület itt beépül, attól nem fog átérni a túloldalra. Közeledünk a felvételi épülethez, most a keleti oldalon haladunk dél felé. És azért elég sokat mond az az oszloperdő itt. Tehát, hogyha itt ráközelítek, azok ott csak állnak a semmibe. Nagyjából a kék tartályvagonoktól errefele még két vágány használható, vagy három, és onnantól kezdve, amit itt látunk, ami itt van, az, hát ez az egy, amit itt néztünk, hogy ez nem tudom mi, és ez mind-mind vasúti terület, de mondtam, igazából a senki földje. No, hát itt a következő second hand ruházati bolt. Nyugodtan lehet válogatni. Minden méretben, minden színben megtalálható. Mi szemszájnak ingere. Szuper. Kidobott hűtőszekrény. És elengedhetetlen kellékként a gumiabroncsok. Ezek is mindig a vasúti szemétlerakatoknak, úgy is mondhatnám, a közvetlen kísérői. Gumiabroncsot is mindig a vasútra kell hordani, mert annak ott a helye. Legalábbis a magyar néplélekbe ez bele van égve. Esetleg valakinek akciós bontott zajvédőfal, mert hogy ez itt éppen az. Komolyan mondom, gyerekek, néha úgy érzem, hogy a vasút a saját területét is szemétlerakatnak használja. Szóval annyi elbontott vasúti elemet, peronelemeket, átjáró elemeket, most már zajvédőfal elemet, sineket, talpfákat, betonaljakat lehet látni itt a területen össze-vissza szétszórva, hogy tényleg az a kényszerképzetem, hogy maga a vasút is úgy kezeli ezt a területet, hogy ott itt elfér. Így is már nagy kupleráj van, itt szemét van, de lerakjuk azt majd, lesz vele valami. Úgyhogy a kármentesítés az valószínűleg tényleg nem 2 forint lesz, és előve úgy kell kezdeni, hogy el kell hordani ezt a rengeteg anyagot innen valahova. És még csak utána jön az, ami a földben van. Szép feladat lesz. Ott láttuk a zajvédő falelemeket, és jól sejtettem én, hogy ez a terület is természetesen vágányokkal volt tele. Már nincs, viszont megtaláltam talán a legkeletebbre lévő vágányt, illetve nem, mert azóta már látom, hogy van még egy, de az ez itt. Ez még ott odáig valameddig követhető ott előre, aztán eltűnik az erdőben, és valószínűleg egy maga a vágány is véget ér a meglévő szakasza. Szóval igen, ez itt egy vágány, és azt gondoltam, hogy ez van a legkeletebbre, tehát a leginkább zuglói oldalon, de nem, mert arrébb jövök, és Rákos rendező mindig meg tud lepni, itt van még egy vágány. Az eszem áll meg tényleg, itt a sín. Ott, a fák alatt, hogy egész közel menjek, mert már elég kevés a fény, ott a vágány. Tehát, hogy még itt közvetlen a kerítés előtt is volt egy vasúti vágány,
Úgyhogy ez a terület itt tényleg tel is tele volt vágányokkal. Ajánlom mindenkinek a fentről.hu oldalt. Ott szerintem meg lehet ezt csodálni, hogy hogy nézett ki mondjuk a 60-as, 70-es években. Hát ez pedig itt már az ord valóság, a 2024-es év, és a terület ilyen formájú használatának valószínűleg a vége. Ezek is egyébként kitérő elemek. És hát látható, hogy itt is rengeteg minden van feldepózva. Eszméletlen mennyiségű vasúti bontott anyag. Ugye ott van a felvételi épület, most pont nem látjuk, az a másik épület. Nagyjából onnan indultunk. És déli irányba haladunk, a keleti oldalon. Keleti oldal? Azért így este délután 17:30 már elég sötét van február 29-én, de annyit azért még látunk, amennyit kell. Hát na, azon egyszerű oknál fogva, hogy ha bármilyen anyagot idehoznak és lerakják, azt ezen a vágányon tolja be a dízel, és ez a rengeteg anyag, amit itt depóztak, az nem repülőről került ide, és nem is kézi erővel hozták be, hanem nyilván ez egy használható vágány, ezért van. De ettől függetlenül, ahogy mondtam, hogy itt mellette még volt egy vágány, illetve tulajdonképpen van is. Ott a váltó. Mindjárt megmutatom közelebbről. Nos, igen, igen. Ez az a bizonyos váltó. És még a fényvisszaverő lap is benne van, vagy fényvisszaverő lap, szóval a jelzőlap, ami mögött világít, elvileg a váltónak a világítása, már ha ez ugye működne, de nyilván ez nem működik. És itt a rengeteg depózott anyag. Mondom, ezeket mind el kell vinni. Tehát nincs mese, ezek nem a Maxi Dubai utcáin fognak heverni a jövőben, ezeket innen el kell szállítani, ami hát igen. Nem csak maga a szállítás, hanem az is, hogy hova. Ezt a tövérdek mennyiség anyagot hol fogják megint lehányni? Hamarosan utunk végére érünk. Azt gondolom, hogy magáról a konkrét területről, ahol a Maxi Dubai lesz, már több mindent nem nagyon lehet megmutatni. Lehet még rákosrendező elhagyatott területeit megmutatni, de ott nem biztos, hogy lesz változás. Tehát, na mindegy, ezt majd a zárószóban elmondom. Addig is ezt az átszelési kitérőt, vagy ahogy régenben nevezték, angol váltót, már szerintem megmutattam arról a szembenévő dombról az előző film vége felé. Most itt közelről is láthatjuk, hogy bizony-bizony, mivel ezt a részét már nem használják, ez már igazából nem egy átszelési kitérő, mert picit hiányos. Ugye, ezek a tősín részei, ezek valahogy nincsenek bent, már kellett valahova valószínűleg. Az látszik, hogy ez a váltó is itt vonóvezetékes volt, még ott van rajta a lánc, meg a vonóvezetéknek ott van az árka, némileg betöredezett fedelekkel, de nem mernék rá tippeket mondani, hogy mikor állították ezt utoljára vonóvezetékkel, vagy akár anélkül. Mert gyalázatosan régen lehetett. És itt már nagyon nem tudok többet mutogatni, ezt a lerakat részt, ezt az előző témához kapcsolódó videó végén már megmutattam. Esetleg még annyit tudnék hozzátenni, hogy amit akkor nem láttam, és most már ugye látom, hogy ez az oldalsó vágány, amit a kerítés mellett ment, ez gyakorlatilag itt megy. Ment, szóval az a lényeg, hogy ez egész máshova vezetett, a BVSC területe mellé vezethetett, vagy oda be.
most már itt csak a nyoma van, és ott van neki egy hatalmas nagy földkúp, egy zöld földkúp, tehát most már azt is tudom, hogy ez is egy vágányzáró földkúp, nem csak egy ide hordott sít kupac. De nyilván ez a vágány is keresztezte a Teleki Blanka utcát, és ment oda be, ahol most az a nagy buborék csarnok van, arra a területre. Hát bevallom őszintén, hogy mivel ez hardcore vasúti terület volt, én ezt nagyon nem nézegettem, hogy vajon régen itt mi merre ment, de itt két pukli is van. Az a klasszikus vágányzáró földkúp, és ez egy ilyen elé hordott valami. És akkor még egyszer így a teljes kép kedvéért. Itt vagyunk. Rákos rendező állomás. Ott vannak az utasperonok. És itt van ez a hátsó épület. Mellettünk balra a Teleki Blanka utca. És akkor a Teleki Blanka utca túloldalán vagyunk, és bár ezt nem terveztem, de ha már itt látom, itt is jött egy vágány. Itt volt egy kapu, és a vágánynak a mélyedése, ahogy kikaparták, az egyértelműen látható, ide vezetett be. Bár mondjuk ez ma már nem be, mert kerítés sincsen, tehát itt a másik kerítés mellett ment el balra. Egyébként meg itt vagyunk a Rákos rendező állomás városlégeti elágazás felé vezető vágányai mellett. És hát ez megérne még egy misét ez a szakasz, de az már igazából egy Rákos rendezőt bemutató filmnek lenne a része, mert én úgy tudom, és nem tudom, hogy aztán mi változik, mi nem, hogy ez az egész Maxi Dubaj rész, ez a Teleki Blanka utcától észak felé eső részt érinti, tehát ez a rész Max azért lesz átvariálva, átbuherálva, mert hogy nyilván ezt komplexen fogják kezelni, de maga az új városrész, ha megépül, az arra a szakaszra fog épülni. Ez itt, ha jól tudom, Max ugye átalakítva lesz az intermodális csomópont véget és minden egyéb miatt. Tehát ilyen szempontból nem haszontalan, hogy ez most itt meg van örökítve, de nem ez a magja a beruházásnak. Szóval a bejárás végére azért én nagyon elgondolkodtam azon, hogy ez tényleg egy eléggé ilyen visszás dolog. Ott mögöttünk látható az állatkert biodómja. A filmben is felvettem a Városligetből felszálló hőlégbalont. Itt a BVSZ és sportpályái azért egész szépen megújultak az elmúlt évtizedekben, tehát itt egy egész klasszikus sportkomplexum jött létre. Ott a Szegedi úti oldalon egy új lakópark épült, és ez mind ugye a város a Rákos rendező állomás körül folyamatosan fejlődött, miközben maga az állomás, amit bejártunk, az folyamatosan ment tönkre, zsugorodott, néptelenedett el, veszítette el a funkcióját, és használták inkább szemétlerakónak, és mint látjuk a vasút is inkább anyagdepónak használja már, ilyen és ehhez hasonló remek anyagok depózására. Úgyhogy meggyőztem magam arról, hogy ha volt egy ilyen pici kételjem is, hogy jó lesz-e, ha itt bármi épül, akkor azt mondom, hogy igen. Tehát gyerekek, ezt nem. Ez nem világváros. Ezt én nem gondolnám, hogy ennyire a 300 méterre Róbert Károly körúttól és olyan környezetben, amit az előbb felsoroltam, ezt a vasúti pusztulatot itt így kéne hagyni. Márpedig, ha ide nem jön beruházó, az államvasútnak lassan az üzemeltetésre nincs pénze, nem arra, hogy ilyen területeket felszámoljon, rendbe tegyen, karban tartson. Az egyetlen megoldás valóban az, hogy itt minimalizálni kell azt a részt, ami vasúti marad, mert ugye gyakorlatilag a Váci és az Esztergomi vonal vágányai, amire ténylegesen szükség van, meg nyilván pár vágányra az itt állomáshoz a tervagonoknak szükség van a városligeti elágazás irányába menő delta vágányra, de egyébként a terület legnagyobb része valóban parlagon heverés szemétlerakó, és nem fogok sírni én sem, hogyha itt épül egy városnegyed, még akkor is, hogyha ez nem az a városnegyed lesz, ahova a magamfajta majd rendszeresen eljár mondjuk szórakozni, vagy akár ide lakni, de legalább épül valami, ami jó lesz, és álljon ez a film akkor majd egy ilyen emléknek, hogy miből indult ez a projekt. Aztán Magyarországon élünk,
és ez már tényleg az árszó, lehet, hogy ebben az egészből nem lesz semmi, és akkor nagyon jót fogunk röhögni majd, hogy a hülye becski bejártak kétszer ezt az egész izét, azt eltett 30 év, és még mindig ugyanolyan, mert úgy jár majd, mint a kormányzati negyed a nyugati pályaudvar mellett, amit nagy lendülettel kiürítettek a motorszint, meg felszedték a vágányokat 18-tól 22-ig, hogy akkor az se kell, meg semmi nem kell, egy kormányzati negyed lesz. Azt nem tudom, ismeritek a nyugati melletti kormányzati negyedet, mert én nem. Jelenleg a kormányzati negyed a Várban van, tudom, ez egy másik kormány, és a nyugati melletti terület épp olyan parlagon hever, pedig ez nagyjából egy lassan 20 éves sztori, finoman szólva. Tehát simán előfordulhat, hogy úgy fogunk járni ezzel a területtel is, mint azzal, hogy hú, itt most építünk, aztán hú, ma annyira nem építünk, aztán inkább semmit nem építünk. De én ezeket a felvételeket biztos, ami biztos csinálom. Előbb-utóbb csak lesz itt valami, lehet, hogy nem most, hanem majd 20 év múlva, de valami biztos lesz, és olyan szívesen nem járok ide ki. Most volt apropója, kijöttem, megörökítettem. Ha bármire van még igény, ezt írjátok meg kommentben, hogy még esetleg mit kéne itt megnézni, vagy miről tudtok, hogy mi az, amit nem vettem fel, és biztosan változik. Akkor lehet, hogy majd még, de azt már tényleg csak egy szebb tavaszi napon, amikor már zöldelnek a fák, a bokrok, kijövök még egyszer, de alapvetően most nem tervezem, én ezt letudtam. Nekem ebből két nap bőven elég volt. Remélem azért tetszett a videó, jók legyetek, sziasztok!